Ez a szín jó. Az éjszabán majdnem ilyen szín. Jó, jó. Kellett már, mert már elég régen olyan, hogy hiákba volt, ilyen kopott állapotba. Városnak a szépsége. Ezt mondták azok a járókelők, akiket megkérdeztünk, hogy tetszik a mozi épületének új homlokzata. Voltak azonban olyanok is, akik kissé meglepődtek, mert erős színezetűnek találták a mostani felületet. Bozó András üzemeltető azt mondta, az önkormányzattal történő egyeztetés értelmében az első lépés volt a mostani felújítás. A színválasztás nem volt véletlen, hiszen még levéltári kutatást is végeztek, hogy annak idején hogyan is nézett ki az épület. A pontos szint nem lehetett meghatározni, de a belső nyílászárók alapján ez a mostani telt színvilág áll a legközelebb a korabeli állapotokhoz. Bozó András elárulta, voltak ugyan kritikai észrevételek, de szerinte ez a mostani színvilág jól illeszkedik a többi épület közé. Nagyon tetszik az, hogy végre egy jól látható észrevető homlokzat, a színei végre autentikusak lettek, az a lilás-kékes festés lekerült róla, és készült körülbelül másfél-két évvel ezelőtt egy építési engedély is a mozinak az átalakítására, még a korábbi üzemeltető készítette, ahol szintén telt színeket használtak a mozi homlokzat festésére. Az egy kicsit lilásabb volt, mi a természetesebb, terrakottásabb irányt választottuk a főépítész úrral együtt. De a kialakításban tulajdonképpen azok a szakemberek, akik itt voltak, azok egyetértettek. És nekem most is tetszik. Hát most ez ilyen. Nagyjából hasonló állapotban kaptuk meg, azon kívül, hogy valamivel kevesebb építési anyag volt itt tárolva. Itt pedig már a jelenlegi belső állapotokat mutatja Bozó András, aki bízik benne, hogy bő két év múlva már egy vendégcsalogató attrakcióval tudják megtölteni az épületet. Ennek lényege a helyi és környékbeli termékek felvonultatása látványos keretek között, leginkább a gyulai kolbászra helyezve a hangsúlyt. Ami helyi termék és Gyulához köthető, meg fognak jelenni benne, de nagyon erősen a gyulai kolbász tematikájára fog épülni maga. Amit most gondolok az ügyről, természetesen meg kell várni a pályázati kiírásokat, hogy milyen korlátok között és milyen lehetőséggel élve kell majd mozogni ebben a térben. Várhatóan a pályázati kiírások azok valamikor évvégén jelennek meg, ez következő év közepére lesz elbírálva, onnantól körülbelül egy másfél év a megvalósítás, tehát hogyha a terveink sikerülnek, akkor egy olyan két és fél év múlva körülbelül tud megnyitni maga a mozi. Bozó András elmondta még, különös figyelmet fordított a homlokzaton lévő üvegablakra, amely mögé egy energiatakarékos világítást alakítottak ki, ami reményei szerint hangulatosabbá teszi az épület utcaképét.